Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem más onnan, mint a Hungária Pocsiszínből. Megnyitott a rendezvény, és haladunk be. Jó sokan összegyűltünk. Annyian vagyunk, mint az oroszok. Na itt vagyunk, itt van a csodálatos dupla csuklós vanhul, játszóház. 10 perckor indul az első előzetes. Na nézzünk be a Pocsiszínbe. Itt van ez a csodaszép bengáli. Ez egy oldalú, egy oldalon van ajtó is, meg vezetőállás is. Csodaszép. Lessük meg a bengálit. Szép a napot, szia! Úgy de gyönyörű a belsője. Nagyon szépen megcsinálták, VS újtott ezt, de nagyon csecse. Igen, nehéz videózni, rengetegen vannak. Itt van a végében a kalauzülés. Gyönyörű szép. Gyerekek már nyomkodják a pályacsengőt. Erre lehetett számítani. És itt van a 18-20-as. Ez is egy gyönyörű, szépen felújított villamos. Milyen szép darab, megnézzük őt is. A vezetőállás. Ezt hozta az Endre? Köszi. Így néz ki a belső. Gyönyörű. Ezek a lámpák is gyönyörű szépek, kis ablakok. És rendesen nyitható. Nagyon szépen fel van újítva. Volt a fót kocsi. Így néz ki a fót kocsi. Ez is gyönyörű szépen fel van újítva. Kurvis ablakok. Nagyon szép. És itt van a Move is. Ez kétállású Move. Felújított paripa. Lessünk be erre is, hogyan is fest. Ilyen kurde van, lehetek leúzni. Buszos a belső tér. Itt egy hosszú katfis, 21-10-es, 5110-es. Be lehet ülni a vezetőállásba. Csak sorban állás van, gyors végig mutogatom nektek a villamost. Paknak a vezetőállásán ülünk. Ja, semmi baj, nyugodtan. Nyugodtan a menet szabályzót is kipróbálhatod, nem fogunk elindulni.
És ez az, hogy pedálos az éberség, ja, az a pályacsengő. Ez a pályacsengő, egyébként a másik, a baloldali, az is az éberség. Ez is az éberség? Ugye ott meg itt lehet? Nyugodtan nyomd előre. Nem, tehát ez úgy lehet most megcsinálva, hogy ne induljuk el. És azt mondta jó barátom, hogy ez az egy villamos van, amivel lehet előleg tolatni. Hát hátra menet, nem mindegyik villamos lehet kapcsolni. Azt mondta nekem, hogy nem tudom. Kapcsoló előre, hátra sem erre állás, tehát átülsz a move-ba, ott láthatod a irányváltó kapcsolat, az is ugye olyan, hogy előre sem erre, hátra, csak ugye ez lényegesen más. Ugye a Tátrának is van tolatója, van egy külön tolató fokozat is. És itt van a 2037-es kombinó is kiállítva. Sziasztok! Na és itt a végében van egy nagy tévé kihelyezve. Egy ilyen kis kiállítás van a kombinóval, különböző dolgokról, pandókálnál. Itt is. Itt meg különböző motorok vannak kiállítva. Különböző típusú járműveknek. Hajtó motor, Siemens kombinó. Ez jobbos hajtómű. Itt is egy ilyen kis bemutató van. És itt van egy félpantográfos szedő. Ezt is le lehet engedni, meg föl lehet engedni. Itt a kaffocska. Szép fotók vannak kiállítva. Kis papírmaket. Lássuk meg a többi kiállított járművet is. Van Roveri, Gácsévé, minden viszont szeretnék ingere Tátra. Nagyon sokan vannak. Elég rossz így videózni. Na hát itt van egy Hannoveri, 1591-es. Meglássuk őt is. Így fest az utastere. És itt van egy kárcsivé is kiállítva. 1353. Nagyon sokan vannak, ezért inkább leszálltam a Hannoveriről. De úgy látom, hogy a kárcsivén is rendegetegen vannak. Be lehet ülni a vezetőállásra. Igen, nagy sor van. Én már tavalyi évben ültem ilyenbe, most nem fogok. Ez a testerő. És itt van a toborzó tátra is, a fele, a másik fele a bemutatónál van. Ezt is már videóztam. Hogy meg lehet nézni a különböző elektronos dolgokat. Itt is a villamoson belül is.
Nyitották ezt is. Jövünk fel, így esze, ezt az futunk fel, mint a Nézzétek meg a koborzó tátralat, ott van az emelő. Itt van a kezelőpultja. És itt... Aha. És itt van a szerkocsi is. Jó kis mancika. Csepeleket váltotta. És itt van a mohának a kicsi csodája, az Unimog is. És ott a szélén ott van még egy zsírói Unimog. Azt nem tudom, hogy BKV-s vagy sem. Így néz ki a szárkocsi oldalról. Hát ez a nagy segély, sokan úgy hívják mancikat. Ezzel szokták pakolni a Szentendrei Közlekedési Múzeumban járműveket. Ezzel az UV-val. UV-val, Unimoggal. Hülyeségeket beszélek. Félre beszélek már. És itt van a másik Unimog is. Nagyon komoly, ez zsírói. Gyönyörű szép ez a Unimog. És BKV-s ez is, ez valami új beszerzés lehet. Itt egy crafter is kiállítva. Gefés pót felépítmény van ott. Unimogon. Crafterecske, dupla fülkés. És itt van a felső sategó is. Most sokkal több minden van kiállítva, mint múltkor. És itt is van egy új Unimog üzemzavar elhárítás. Ezt még nem is láttam forgalomban. Nagyon komoly. Ezen meg emelő van. Emelőkaros. Ezt lehet tudni, hogy ezeket nagyon sokféle felépítménnyel lehet vásárolni. Nagyon sokféle felépítményt cserélgetnek rajtuk. Nagyon komoly, ez is BKV-s. Papasz. 75 éves az Unimog. Komoly nagyon. Felső is. És a szerkocsit is meg lehet nézni, a kicsi szerkocsit, hogy milyen cuccok vannak rajta. Krafi, ki van nyitva. Belesünk. Így van felszerelve egy ilyen BKV-s kis teherautó. Jó kis szekrény, satupaddal, talicska. Szép dolgok vannak kiállítva, nagyon érdemes kijönni nyílt napra. És ki van állítva egy Solaris troli is, új generációs. Hármas generáció talán? Harmadik generáció? 8107-es. Láthatjátok, itt van a csatlásfej, hogy villamos tudjon mondatni. Az Unimog. És itt van a csodálatos dupla csuklós vanhul is. Játszóház. Most debütál. Ez az első nagyobb rendezvénye. Így néz ki. És megmutatom nektek még a Volvo nagy segélyt, a nagy darut. Azzal, ha minden igaz, akkor 11 órakor lesz majd bemutatózás. Nem tudom, hogy levideózom-e vagy sem. De gondoljátok. Szia-szia! Gondoljátok, gyertek, kérdessétek meg ti is személyesen ezt a nyílt napot. Na, itt van a Volvo nagy segély. Ez egy jó kis daru van, jó nagy dög. Itt fogják majd emelni a Tátrát. Itt van a nagy segély, és az a villamos lesz majd emelve. És van hóseprő muki is. Azzal lehet itt föl lemenni. Egy-két kombinó is pihenni itt benne a Hungáriába kint a udvaron. A többi meg kint van az egyesen, meg a négyes hatoson. És van bent rövid kaffis.
szerintem nagy vonalakban ennyi lett volna a Hungária kocsiszínes videó. Remélem tetszett, és kijöttök minél többen, meglesitek. Mindjárt feltöltöm ezt a YouTube-ra egybe, hogy értesüljetek a rendezvényről. Napot. Ezzel meg az autókat tudják emelni. Ezzel a konzollal, ami rajta van a nagységén. Na jó, van, szerintem lezárom a videót. Gyertek ki minél többen. Sziasztok, Herla volt a Minden Hungária kocsiszínből. Ciao.